Makai István a vendégünk, a Fővárosi Cigány Önkormányzat elnöke. Jó reggelt kívánok! Jó reggelt kívánok! Kisebb polémia alakult itt ki néhány napja, illetve alakul folyamatosan. Az Országos Cigány Önkormányzat, illetve például Lakatos Attila Vajda között Miskolcon kapcsoltuk néhány nappal ezelőtt a Vajdát, Lakatos Vajdát, és azt mondta, hogy az OCO az nem méltó és nem legitim képviselője a cigányságnak, és már mindenkit bedarált a politika. Ön szerint ki a legitim képviselője a cigányságnak? Érdekes a kérdéshez, szerkesztő úr, de ha megengedi, akkor én egy más aspektusból közelíteném meg ezt a kérdést. A Fővárosi Cigány Önkormányzatnak van egy jelmondata, amely a tevékenységét jellemzi, múltunk közös lesz a jövőben is. Szóval azt öleli fel, és ez a tartalmi kérdés. Mi is úgy gondoljuk, hiszen alapvetően a Fővárosi Cigány Önkormányzatnak, és személy szerint nekem is megvan erről a diskurzusról a véleményem, a magánvéleményem, de engedje meg, hogy ne erről beszéljek, fontosabb dolgokról kellene beszélnünk, hiszen ez a vita, ez a párbeszéd, ami a cigány és a többségi társadalom között folyik, illetve a cigányvezetők között folyik, ez nem vezet sehova, nem előre mutat. Igen, de hát a jelenünket azt mégiscsak meghatározza, hogy mennyire politizálják át a cigányságot. Így van, de a megoldásokról kellene, hogy beszéljünk. Na, melyek a megoldások? És a megoldások azok sokkal fontosabbak mindannyiunk számára, a magyar társadalom számára, az itt élő emberek számára, amely azt mutatja és azt mondja, hogy a foglalkoztatás területén, az oktatás területén azokról a dolgokról kellene beszélnünk és párbeszédet folytatnunk, ami az embereket érdekli. Mi érdekli ma Magyarországon az embereket? Az, hogy legyen egy biztos egzisztenciájuk, hogy a gyerekük el tudjon menni iskolába, megfelelő minőségű oktatásban részesüljön, ehhez a feltételek biztosítottak legyenek, és egy tisztes polgári életet tudjon élni. Mit értek én ez alatt? Az, hogy adófizető állampolgár legyen, hogy a tehetségének, hogy a képességeinek megfelelő életpályát tudjon befutni. Ezt értem én a és biztonságban polgári... odaérjen az iskolába, és biztonságban hazaérjen az iskolába. Ezt értem én a polgári lét alatt. De ha folyamatosan arról kezdünk el beszélni, hogy mi az, ami szétválaszt, mi az, ami megoszt bennünket, az nem visz előre. A megoldások kérdéskörét mi már megpróbáltuk a Fővárosi Önkormányzat területén feltérképezni, és nagyon sok olyan dolgot tettünk az elmúlt időszakban, amelyre mindannyian büszkék lehetünk. Ezért mondja, hogy az elmúlt év a legsikeresebb év a budapesti cigányság életében? Nagyjából ezért is, hiszen az a következetes munka, amelyet a munkatársaimmal és a cigány szervezetek vezetőivel, képviselőivel folytattunk az elmúlt időszakban, beérett. Beérett, hiszen lett egy fővárosi roma oktatási és kulturális központ esélyegyenlőségi feladatokkal, amely soha nem volt még, hiszen egy olyan kulturális intézmény jön létre és nyitja meg kapuit 2010. szeptemberében reményeink szerint, amely európai hírűvé is válhat, ha egy jó vezető kerül az élére, hozzáteszem. Elindította a Fővárosi Cigány Önkormányzat azt a munkatárs programot, foglalkoztatási elhelyezkedési programot, amely az elesetteken a munkába állókon próbál segíteni. Ezért kötöttünk megállapodást különböző hazai és nemzetközi vállalatokkal egyaránt. Olyan vállalatokkal, akik vállalják nyíltan azt, hogy roma munkaerőt képesek és akarnak is foglalkoztatni. Ezek azok a kérdések, amelyek a megoldások irányába visznek, és ezekről kellene folyamatosan beszélni. Mi nem vagyunk képesek arra, és hajlandók sem arra, hogy egy olyan diskurzusba, egy olyan polémiába folyjunk bele, amely megoszt bennünket. Azzal egyetért, hogy a cigányság legnagyobb nehézsége a tanulás és a munka körében írható le? Nagyjából igen, akkor de arra vagyok kíváncsi, hogy erre kicsit bonyolultabb ettől azért a kérdés, hiszen jó a kérdése. Oktatás, foglalkoztatás, esélyteremtés ahhoz, hogy azt a bizonyos kérdéskört, amiről beszéltem, hogy a tehetség és a tudás az szinteret kapjon. Bármilyen rendszerben élünk is, és bármilyen országban vagyunk is, hogy egy ilyen életpálya kerüljön a középpontba, ez a fontos, és hangsúlyozom azt, az a gondolat áthatja mindannyiunk fejét és szellemét és szívét, hogy múltunk közös lesz a jövőben is, akkor megfelelő megoldásokat fogunk erre találni. Másképp élnek a roma emberek a fővárosban, mint az ország más részein? Nézze, ha egy pár adatot azért mondjak, a Fővárosi Cigány Önkormányzat úgy gondolja, hogy 150-200 ezer fős roma közösség van
a fővárosban. A szellemi és kulturális elit 80%-a a fővárosban található. Nagy valószínűséggel, hogy ez a fajta megosztás, illetve ez a fajta eloszlás befolyásolja azt, hogy a fővárosban élő cigányos más szintű vagy más minőségű életet élnek, mint vidéken, de az azt gondolom, hogy természetes. No, akkor nézzük ezt a kettőt röviden, hogy oktatás és munka ügyében mit tudnak kínálni, miben tudnak segíteni? A fővárosi cigány önkormányzat az elmúlt időszakban és a következő 2010-es évben elő fogja, illetve át fogja tekinteni a fővárosban működő és a 20%-ot meghaladó roma oktatási intézményeket, illetve iskolákat, ami azt jelenti, hogy a fővárosi cigány önkormányzat elindított egy olyan iskolai programot két jószolgálati nagykövetünkkel, Ifjab Sánta Ferenccel és Molnár Ferenc Karamellel közösen, ahol az élethosszig tartó tanulásra hívjuk fel az iskolások figyelmét, romákét és nem romákét egyaránt, szülőkét és pedagógusokét egyaránt, tehát végig fogjuk ezeket az iskolákat látogatni, másrészt pedig létrehozott a fővárosi cigány önkormányzat egy olyan KFT-t, Új Híd non-profit KFT-t, amely regisztrálja azokat a hozzánk forduló munkanélkülieket, akik munkát szeretnének a nyílt munkaerőpiacon találni, és ezeket nagyvállalatokhoz fogjuk becsatolni, illetve eljuttatni, és egy olyan foglalkoztatási, biztos foglalkoztatási lehetőséget biztosítani, amellyel már egy biztos kellő alap van ahhoz, egzisztenciális alap, hogy el tudjanak valamilyen irányba indulni. Akiben nincs meg ez az indítatás a tanulásra vagy a munkára, velük mit tudnak tenni? Nézze, mi azzal foglalkozunk, akiben megvan. Én nem tudom, hozzánk azok jönnek, akik dolgozni szeretnének, akik tanulni szeretnének. Én olyan példáról nem tudok és nem is tudok beszámolni, hiszen nem találkozom. Azokkal az emberekkel találkozom, és azok jutnak el hozzánk, akik e kettő szellemiségében jönnek be és térnek be hozzánk. Hát mivel, hogy a múltunk közös lesz a jövőben is, mindannyiunk érdekében sok sikert kívánok Önöknek. Nagyon szépen köszönöm. Köszönöm, hogy a vendégünk volt. Köszönöm.